sajnos most a szerencse nem mellettünk állt, pedig a fiúk nagyon keményen dolgoztak a második fél időben, és azt hiszem, azt elhitték, hogy ez még nem egy megnyert mérkőzés az ellenfél részéről, és nagyon jó hozzáállás volt a második fél időben. Reméljük, hogy a következő mérkőzésen szerencsésebbek leszünk. Ezért ennyire csalódott, mert nem volt szerencsé? Csalódott azért vagyok, mert két olyan hibát követtünk el az első fél időben, amit megítélésem szerint ilyen szinten nem szabad. És ennek a következménye az, hogy kettő nem ide hátrányan mentünk be a fél időbe. De mondom, ami ennél lényegesebb, mert a hibákat természetesen ki kell javítani és azon dolgozni kell. Ami ennél is lényegesebb, hogy ez a csapat nem adta meg magát, nem őt a vége. És ez nagyon fontos a következő mérkőzés szempontjából. Amihez sok sikert kívánunk és nagyon szépen köszönjük. Tóth Bálintnak az értékelést, és már is következik Horváth Ferenc, a Győri Eto vezetőedzője. Már is itt van Horváth Ferenc. Hát úgy tűnt, hogy az első fél időben eldőltek a lényegi kérdések, aztán a második fél idő második felére azért maradtak izgalmak. Ön hogyan élte meg a két játékrészt? Igen, kicsit olyan volt ez, mint egy kéthetes balatoni vakáció. Az első héten süt a nap, az ember azt gondolja, hogy a második héten is remek idő lesz. Nem volt olyan jó idő a második fél időben. Kicsit érthetetlen ez számomra, hogy talán ez már második mérkőzés, amin a biztos vezetés tudatában egy kicsit megijedünk az eredménytől. Gondolom, hogy azért ez annak is betudható, hogy megyünk a Debrecen után, féltjük azt az előnyt, amit megszerzünk. Talán ezért volt a másik fél idő lényegesen gyengébb, mint az első. Akkor ezek szerint nem volt tudatos, mert azt hihettük, hogy a pontok megszerzése fontosabb, mint a gólarányjavítás. Nem, abszolút nem volt tudatos, nem ezt beszéltük meg a fél időbe, de így alakult. Mondom, nehéz teher alatt játszani, a Debrecennek se lesz könnyű dolga Pakson. Akkor a Loki még aggódhat? Reméljük.